az Electrolux KOEBP39X típus számú beépíthető sütő, egy pirolitikus öntisztító rendszerrel ellátott készülék. A2 pluszos energiaosztályba sorolt modell, 71 literes űrtartalommal. Készülék vezérlése egy magyar nyelvű szöveges aktív TFT kijelző, tehát mint ahogy egy okostelefon képernyőjén is, a ujjunkat a kijelzőn húzva tudjuk a menürendszerét mozgatni, illetve kiválasztani a használni kívánt funkciót. Amikor főkapcsolóval bekapcsoljuk, akkor előjön a menürendszer. A menürendszerben ki tudjuk választani a használni kívánt sütőfunkciókat. Ez a készülék tudja az alsó-felső sütést együtt, illetve külön-külön. Van benne háromféle grill funkció, a felületpirító grill, az átsütésre szolgáló grill, illetve az infragrill, azon kívül pizzasütés, kenyérsütés, kelesztés, párolás, asszalás, nedves hőlégkeverés, tehát rendkívül sok, és mondhatni, hogy az összes hagyományos klasszikus sütőfunkciót tudja a készülék. Van benne előre programozott sütés, itt ételkategóriákból tudunk választani, tehát ki kell válasszuk, hogy milyen húsételt készítenénk, hogy ez most szárnyas, halétel, vagy bármi egyéb. A szárnyasok között is ott van még a kacsa, liba, pulyka, azon belül is mondjuk a kacsa egészben, vagy kacsacom, vagy kacsamell, és akkor a készülék tudni fogja, hogy ezt milyen sütőfunkcióval, mennyi ideig és milyen hőfokon kell gyakorlatilag sütnie. Ha ezt elfogadjuk, ezt a beállított értéket, elindítjuk, idő lejárt, akkor ő automatikusan le is kapcsolja majd a sütőt. Van benne kedvencek funkció is, ez azt jelenti, hogy a 160 program mellé gyakorlatilag tudunk elmenteni még általunk rendszeresen készített ételnek ezeket a beállítási paramétereit, tehát ezt nem kell legközelebb minden egyes sütés előtt beállítgatnunk, hanem egy mozdulattal ugyanúgy előhívható. A belsejét, ha megnézzük, felszereltségében 2 tepsi, 1 sütőrács az, ami jár a készülékhez, illetve tartozékként benne van egy elektromos maghőmérő, melynek a csatlakoztatási lehetősége az ajtó jobb felső sarkának takarásában található. Oda behelyezzük, másik felét beleszúrjuk az ételünkbe. Kijelzőn fogja mutatni nekünk a sütő az étel belső hőmérsékletét, illetve úgy is programozható a sütő, hogy amikor a kis szonda érzékeli, hogy a közepe is átsült, akkor adott esetben le is kapcsolja a sütőt. Szintén tartozékként belecsomagol a gyártó egy pár teleszkópos sütősint, ezt az 5 tepsi magasság közül bármelyik szintre fel tudjuk pattintani, és bármikor áthelyezhető arra a magasságra, ahol legközelebb sütni szeretnénk. Ez gyakorlatilag kihúzott állapotában is fixen, vízszintesen tartja a tepsit, nem fog így billegni, nem kell egy rongyal tartsuk, hogy ne folyjon ki belőle semmi. A készülék ajtaja 4 rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont egy mozdulattal ki tudjuk venni az üveglapokat, szétszedhető, ezáltal minden oldalról minden üveglap könnyen, egyszerűen tisztítható. Tehát a sütő még rendelkezik ugye a pirolitikus öntisztító rendszerrel, ez egy külön program, amit el kell indítsunk. Ebben az esetben 500 fokra felmelegszik a sütő belső felülete. A belső felületek lerakódott szennyeződés ennek megfelelően hamuvá ízik, ez a hamu, ez a pernye le fog potyogni a sütő alsó részébe, ott pedig a program végén, amikor visszahűlt a sütő, egy rongyal, szivacsal, bármi egyébben egyszerűen csak ki kell törölni. Ami fontos, hogy az öntisztító rendszer bekapcsolása előtt a belső részből ki kell venni az oldalvezetősint, illetve értelemszerűen a tepsiket is, tehát marad csupaszon a belső zománc felület. Egyébként amíg bele van pattintva az oldalvezető simpár, ugye egy mozdulattal ez levehető, tehát amíg benne van, addig el sem indul maga az öntisztító rendszer, van egy kis mikrokapcsoló mögötte, tehát egy érzékelő, hogy addig ne kapcsoljon be. Electrolux A2 pluszos energiaosztályba sorolt beépíthető sütő, magyar nyelvű szöveges aktív TFT kijelzővel, pirolitikus öntisztító rendszerrel, előre programozott sütőfunkciókkal.